Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, Kei vagyok, ez pedig itt a kedves kollégám, illetve barátos ném. Mi a neve? Szóval sziasztok, Szandra vagyok. Mi között van hozzám, mesélj? Semmi. Szóval együtt dolgozunk. Kei munkatársa vagyok, vagy főnöke. Ez muszáj volt ide beköpnöd. Szóval, igen. Hogyha rossz, akkor nyilván öcseszem. Azért vagyunk ma itt, mert beutatjuk a csodálatos, limitált anyák napi dolgokat. Yeah! Teamwork! Ja, amúgy Kittinek hívják, csak hogy mindenki tudja. Hogy lehetsz ekkora? Igen, ő mondjuk nagyon különleges, mert nem nagyon szoktak ilyen dolgaink lenni. Így kell ilyenkor mindig nézni, ilyen vloggeresen tud. Szóval, igen, ő az. Ő a kis méhecskénk, ami egy testvaj, tehát egy testápoló, csak víz alatti testápoló. A kis hátacskáján vannak ezek a csíkok, az radírozni fog, mert hogy őrölt mandula van benne, meg kókuszhéj darálva. Úgyhogy azért fog radírozni. Jó, hagyjuk azt a könyvet a francba. Vaj alapú, az a lényege, és ezt vízes bőrön használod zuhanyzás közben. Így fogod itt. Igen, csak előtte ugye víz, víz, igen. Meg ugye megmosod a bőrödet szappan, vagy valamivel, mert ugye ő nem szappan, szóval ő tényleg egy testápoló. Igen, és azért kell vízes bőrre, mert amúgy nagyon-nagyon zsíros, és azért kell leöblíteni, mert különben nagyon-nagyon ragacsos lesz. Bár ha valaki szereti azt, hogyha így tecsekokban áll rajta az olaj, akkor ez tök jó, hogy vaj, akkor ezt nyugodtan használja így, de amúgy célszerű lemosni. Ja. Meg utána ugye megtörölted a bőrödet, igen, hagy egy réteget, de nem érzed, tehát nem olyan érzete lesz, mint a testápolónak, és nagyon-nagyon jól fog puhítani, tehát igazából ez a lényeg, hogy táplálja a bőrt és puhítsa. Olyan illata van, mint a mézes szappannak. Meg a testápoló, a szívecske alapú, softcare. A softcare, jó, hogy ezt ugye így mondtam, mint egy vásárló. Az a szívecske alakú. De jó, valami. Mert activity-ben jók vagyunk. Szóval sok mézes dologhoz hasonlít. Igen, és nekem ő most a kedvencem, mert nagyon ritkán vannak ilyenek már mostanában. Mondjuk most volt egy masszázs sem ugye Valentin napra, de hogy ez ilyen különleges, más. Tehát nem csak, hogy új tusi, meg új bomba, meg mit tudom én, hanem valami, igen, különleges. Meg hogy állat a formája van már, mint hogy szerintem ezt igazán megkagyhatná a láss. Mármint hogy olyan aranyos, lássuk be, tehát hogy... Lássuk be! Csak úgy szárnyalt. Narancs van benne, bergamot és méz. Ennek a közös illatát lehet érezni, meg valamennyire kakaóvaj, ugye nem se a vaj van benne, mind a kakaóvaj, igen, mind a kettő van benne. Szóval, méz. A másik méz. Hú, oké, gyors volt, persze fogtam, hogy valami történt. Kinyitod? Igen. Ő egy ajakradír egyébként, szóval leradírozzátok vele a kis ajkatokat, nagyon jó puhi lesz, nagyobbnak fog tűnni, és mivel jojoba olaj van benne, gondolom, mint a többiben, az. Igen, akkor ápolja a kis ajkatokat. Szóval, hogy van benne borsmenta olaj, és ezért lesz majd egy ilyen jó hűsítős illata, íze. De amúgy illata az ízes. Szóval lehűti a pofátokat, amikor negye szártok. Na, mi legyen a következő? Yami Mami, ő a szerelmem. Szóval róla azt kell tudni, hogy ez a legédesebb dolog, ami létezik a Földön. Finom édes. Én így meg tudom. Kicsit fűszeresebb az illata, tehát nem tiszta vanília. Igazából ez a lényeg. Hogy tonka van benne. Hú, kifoly. Úristen, de szép színe van. Ez az előző évi Yami Mami, mert totál úgy azt gondoltam, hogy majd el fogom tudni használni, hát nem sikerült. Ez meg a mostani, picit sötétebb egyébként a színe. Meg ilyen pinkesebb lila. Tök vicces egymás mellett látni a kettőt. Mint a tesók lennének. Igen, igen, nagyon aranyos. Vagy gyerek. És talán picit édesebb. Tonka van benne. Meg vanília is. Igen. Meg azt hiszem van még benne... Muskátliola is. Azt mondták, hogy epres az illata, de per nincs benne, szóval... Nem, kicsit ilyen fűszeresebb illata van, tehát egy édes, de fűszeres, nem az a tiszta vanília. Igazán, a tonkának valami ilyesmi, ilyen puderesebb vanília. A tonka annak van, igen. Igen, illata van, és azt érzitek. Viszont nagyon-nagyon jó kis krémes. Hát ezt nem is irányok. Szerintem hagyd így, száradjon rá a bőrödre. Amúgy mitől hidratál? Mitől lesz ilyen jó tápláló? Ennyi? Ennyi meg egy bambi? Szóval az előző évibe volt csillá, bebe már nincs. Mint látjátok, az a sötétebb foltat, az az új. Na, szóval akkor megtudtuk, hogy az előző évi az csillámosabb volt, mint a mostani, viszont neki erősebb egy picit az illata. Szóval ez a kedvenc szusfürdőm. Yami Mami, csodálatos dolog, mindenképp vegyetek, mert ez Macukei kedvence. Mostantól így keresétek a lassú üzleteiben, és mindenki fogja tudni, hogy erről van szó, nem. Szóval... És ez micsoda? Pink Custard! Fürdőzselé! Hú, ezt vártam egyébként, amióta megtudtam, hogy érkezik, szóval most ezt így kiszedem, csak már... Nagyon-nagyon szép színe van. Igen, meg nem bírtam ki, és fürödtem már.
És mi a tapasztalatod? Amióta tudom, hogy Teen Pink, azóta imádom. De előtte nagyon fura volt, mert ugye én a Twilight illatát kerestem benne. Ó, én is nagyon. Mert ugye Reventura a annyira tonka, annyira Teen Pink. Nem egy olyan nagyon erőteljes illat szerintem. Nem, gyenge, kifejezetten gyenge. Kölcsönkenyér visszajár. Választatok? Igen, ma, igazából már kiválasztott, de olyan vicces, hogy kezébe van a termék, és kérdez, hogy választhat-e, de igazából már mindegy. Szóval ő, Kitty, mi a neve? Még egyszer Kittynek nevezel a videómban, én meg... Na, mi a neve, Kitty? Ez a zsiráf, Elsie the Giraffe a neve. Elsie. Ő Gizi. Szóval igen, ő egy zsiráf, aki egyébként egy habfürdő. Na, nagyon finom illata van, milyen illatot érzel rajta? Citrom. Igen. WC tisztító illata van, mint az Over and Over-nek. Jobb, mint az Over and Over. Jó, az igaz. Köszönöm. Van még benne muskáti olaj? Igen, meg grapefruit. Ja, grapefruit van még benne. Lime. Citromok. Nagyon finom citrusos, de nem az a nagyon WC tisztítós. Igen, nem WC tisztítós egyébként, csak emlékeztet nagyon mélyen az Over and Over-re. De azért annyira nem, mint az. Igen, és ilyen nagyon aranyos. Igen. És amúgy ezt hogy használod már? Mert most ugye két oldala van, akkor most egyiket mind a kettőt használhatod. Tartod. Ahogy szeretnéd, de amúgy azért ilyen hosszúkás, nyilván mert zsiráf. Azért ilyen pálcikás, de hogy tudod, két lábbal állj a földön, és a fellegek fölött legyen a kis fejecskéd. Oh. Vagy tudod játsz, hogy fej vagy írás. Igen, stucz. Meg mondjuk játszhatsz is, mert nem tudom, hogy mennyire tartós, de... És mit játszanál te ezzel, Szandró? Hát azt még nem találtam ki valahogy így, mint a tudod, van az a... Amikor sok lány izé buzogánya, vagy nem tudom mivel, ott játszik. Buzogánya! Nem buzogánya! Sok lány buzogánya! Nem tudom, honnan jött a Szandró, de náluk úgy tűnik, hogy a gyerekek buzogányokkal játszanak. És hogy használod, Kitty? Alá tartom a csapnak, és habzik alatta. És utána kirakod, hogy megszeredjön. Igen, és ennyi, és amúgy tényleg egyszerű, olyan, mint a Pink Flamingo, ami van nekünk, hogy ilyen 6-8 alkalomra is simán lehet használni. Én egyébként a flamingót például egy 10 alkalomra is simán, mert ugye én nem igénylem azt, hogy színe legyen a víznek, mert belerúg a hajam végén, és már rózsaszín a víz. Tehát nekem ez a része nem élvezet. Szóval emiatt ugye nekem elég csak picit alá tartani, és már is ez a sok hab az nekem pontosan elég az élvezethez. Szóval igen, nekem nagyon sok elegek ezek, tehát mert ez 3 év múlva is még ott lesz szerencsétlen, így pénigzé eloszlatva. Hát meg szerintem amúgy nagyobb is, mint a Pink Flamingo, szóval... Nagyobb. Szóval egy nagyon király termék, soká tudod használni, szereted a frissítő illatokat, meg fiúknak is tökre viheted, mert aranyos és citrom illata van, ami szintén nem egy megosztó illat. Húj, de rakom, haverkodjanak! A bari! Istenem, annyira édes. Szóval ez a ba-bar, vagy be-ár. Ba-bar. Szóval ez a neve, nem mondom ki még egyszer, és isteni aranyos dolog, és nagyon fűszeres. Egyik legfűszeresebb dolog most a boltban, ilyen... Tényleg? Mármint, hogy ilyen olyan más teljesen, tehát nem ez a tipik lassos illat. Van benne szegfűszeg. Levendula. Szójatej. Puhít. Így van. Bergamottalaj. Jázmin is van benne. Ilang-ilangolaj. Igen. Ibolya, igen. És az nagyon érzem. Vagy levélmelív. Szóval. Igen, mert olyan, mint az ibolyás parfümünk picit. Van egy beütés, csak az a szegfűszeg nagyon megbolondítja egyébként. Igen, meg egy picit a levendula. Igen, olyan kis. Kis furi, de nagyon aranyos. Meg tök jó nyugtató hatása van már, mint hogy így este így ezzel fűröttök, aztán olyan kis békésen alszatok utána. Az biztos, mert azért a levendula ilang-ilang kombó az egy ilyen eléggé epik. Ó, vagy gyerekeknek este fürdés, tuti, hogy utána alszanak. Fehérnek tűnik meg, hogy jaj, van egy pici lila rész benne, de a belsej az lila. Szóval ő lila lesz, szóval nekem most ő nagy kedvenc. Igen. Hát lila. Itt van még egy habfürdő, ez ilyen törős szintén. Ő pedig a Your Mother Should Know nevet kapta. Ez eredetileg egy virág akar lenni, gyakorlatilag meg, hát én mindennek. Én napfelkeltének néztem, meg... Hogy nézett napfelkeltének? Úgyhogy ez vagyok én. Nem is napfelkeltének, hanem ez egy sivatag. Látjátok a keresztkérdések? Én itt ülök, ez vagyok én, ez a rózsaszín pötty. Aha. És ez pedig az ég. Ez így tetszik. Ugye? Vagy ez sivatag, és akkor ez pedig a víz. Az is lehet. Vagy pedig ez egy cici. Rózsafa van benne, úgyhogy egy kicsit ilyen antiszeptikus amúgy a hatása, de ilyen nagyon kis fás lesz, tehát ilyen kicsit inkább ilyen melengetőbb lesz majd a hatása. Meg is van benne, nem? Uh-huh. Frozennek van még ilyen illata, ugye? Uh-huh. A Frozen fürdőgolyó, van még egy ilyen kondicionálunk, egy kézkrémünk. Elég nagy, tehát azért egy böhöm, meg hát nehéz. Több alkalmas, az biztos ez az is. Az ő is egy ilyen 4-5 alkalom. Tehát nézzétek, tehát hogy azért kisebb sokkal. Mom. Minek van ilyen illata még? Peznek.
De valami, nem. Valaminek valamikor volt ilyen illata, és fürdőbomba volt. Azt lehet. Kicsit édes illata van, de nem olyan nagyon édes. Nem tudod, mire hasonlít? Is. A kalakaszra, de csak nagyon-nagyon picit. Ezért tetszik annyira. Ó, de okos vagy! Ő egy fürdőbomba. Kettő. Kettő darab fürdőbomba. Van egy ilyen kicsit sárgása, meg van egy kicsit rózsaszínesebb verziója. És van benne egy pici papírlap. Amire az van írva, hogy thanks mom. So sweet. Oh, how are you? Amúgy mind a kettőben ugyanaz a papír. Szóval ja, teljesen ugyanaz a két termék. Mi is van ebben? Ugye rózsa meg citrom? Uh-huh. Van még benne édes narancs olaj. Szóval ezért édes az illata. Yeah! Ez sokkal virágosabb illatban, másik citrusos, a bari is, úgyhogy igazából mindegyik más illatban. Igen, más! Az a jó, hogy nem egyeznek az illatok, tehát hogy mindegyik kicsit ilyen különböző. Ja, van a citrom szeretőknek is valami, van a virágillatosoknak is, van édes, de szerintem tök jó, mert tényleg most mindent bemutattak. Nézzétek meg közelről. Szóval másik pedig ő. Ezen kívül, na ő nagyon menő. Ő nagyon tetszik. Nagyon színes, nagyon látványos, hogy álpezseg, úristen! Upsi Daisy a neve. Csak hogy úristen, ez annyira fárasztó néha a lass, tehát hogy így... Mert? Miért? Hát mert ugye te tudod, de nem tudom, mennyire tudod, de ugye ez egy ilyen angol mondás, tudod, valami, de mind a hups. Upsi Daisy! Szóval, mint látjátok, nagyon menő, mert ilyen két oldalam, és nagyon nagy ő is, szóval van két pici dolgunk, ami így a fürdőbombából és a habfürdőből is, meg van két nagy dolgunk, a fürdőbombából és a habfürdőből is, tök menő egyébként, mert nagyon kis tavaszias. Kicsit olyan fásabb az illata, tehát nem édes, ilyen virágosabbnak mondanám, vagy nem tudom, tehát ilyen mélyebb illat lesz. Igen, a rózsafaolaj miatt. Igen, meg még ugye rózsa van benne, szóval a rózsafanok figyelem. Nem ez a műrózsa illata van, mint a Rose Jam-nek, mondjuk én ezt jobban szeretem. Oh. Hanem inkább ez a igazi rózsa, ez a tömény, real life. Hát meg a rózsafa, tehát nem is a rózsa, hanem inkább a rózsafa. De a rózsából is, nem ez. Mert hogy érted? Mert hogy ilyen nagyon-nagyon true. Olyan, mint a megszagolnál egy bokrot. Lényegében igen, olyasmi. És ilyen lesz narancssárga része, sárga része, lesz egy kicsi, inkább zöldnek mondanám, mert az mikor összekeveredik, majd ilyen zöldes lesz. Na mindegy, ez a lényeg az nagyon tavaszi színekben fog pompázni. Szappanka! Róla már hallhattatok. Haukertől. Mert Hauke nagyon szereti ezt a szappandit. Komolyan? Visszatér. Hát akkor boldog lehet. Szóval ez egy elég nagy darab. Lehet kicsit túlzásba vittem, ne haragudjatok. Szóval ő a Sunrise szappan. Nagyon finom mandarinos illata van. De tényleg isteni, és most vannak benne csillámok, ha megnézitek közelről. Mi a különbség a mandarin és a tengerin között? Mind a kettő mandarin, amúgy csak másfajta mandarin. Tehát igazából mi háromfajta mandarin olajat használunk leginkább. Mondom, van egy édesebb, meg ilyenek. Igen. Meg tudod, van még kicsit fanyarabb. Na, jó. És ilyen nagyon finom édes. Olyan, mintha az ember beleharapná egy mandarinba. Nem olyan savanykás, ja. Hanem inkább ez az ilyen kis felvidítós. Ez a már nagyon megégett mandarin, ami igen. Már ilyen, tényleg, tehát semmiféle nyerség nincs benne. Igen. Meg van benne orchideolaj. Örüljünk neki! Mi a pász? Van benne murumuruva is amúgy, igen, attól lesz krémesebb. Igen, sokkal krémesebb, tehát be tudjátok nyomni. Na, így még ez a kettő. Igen, mert végül is ő is anyák napi, csak gyakorlatilag meg már bekerült két hónapja az üzletekbe, úgy nagyjából. Hát a tavasziakkal, meg a húsvétkával. Igen. Szóval már láttátok, de azért nagyjából mondjuk el, mert tényleg ők szerintem nagyon jó anyák napi ajándékok, imádom. Nézzétek meg, mennyire aranyos, és ilyen epres gyerekpokrim illatot kapott. Egyébként van benne ugye eper, muskátli. Borsmenta van benne. Igen, a borsmenta van még benne, az nagyon durván átüt. Én úgy nem érzem benne a borsmentát, már mint hogy tudom, hogy olyan kéne legyen. Az előző borsmentásabb volt, ebbe kevesebb van. Most belerakták a Hannibal borsmentát, úgyhogy... Mert ja, ő nem olyan, mint az előző. Olyan finom. Nagyon finom, gyerekek. És ilyen pirosas lesz a vízben, szóval valami creepy-t szeretnétek akkor. Vagy vegyétek meg is el, amikor használjátok. Ja, az is egy megoldás. Másik pedig a Rose Bombshell, ez egyébként a kedvenc fürdőbombám. Nekem is! Neked is? Imádom a rózsdzsemet. Na, róla azt kell tudni, hogy van benne szárított rózsa. Ilyen nagyon menő, rózsaszínes, narancssárgás színe lesz majd végül, és nem lesz matt, és a matt lesz a víz. Matt, tehát, hogy nem igen. Egy ilyen, nem, igen, nem fényes, meg nem átlátható, hanem ilyen teljesen ilyen kicsit teljesebb. Négy kendő érkezett. Milyen virág van rajta, tudod? Én tudom, mákvirág. Organikus pamutból van. Mákvirágok vannak rajta. Annyira szép amúgy a pasztel színe, mármint, hogy ez a kék meg piros együtt, csodálatos. Meg jó az anyaga, nem ez a kemény, hanem ilyen vékonyabb pamut. Igen. Menőke. Meg nagy kendő, tehát bőven lehet bele csomagolni. Ha bele mondjuk tényleg lehet.
Kézzel kell kimosni amúgy. Mi lesz a mosógépbe rakom? Szerintem kifakul. Nekem ő a kedvencem, egy kisebb, szóval mondjuk belőle nem lehet ki tudja milyen nagy ajándékcsomagot csinálni. Meg táskának sem épp jó, mert ezt kipróbáltam. Az egyik nézőm bejött egyébként a lasba, és közölte, hogy azt mondta, csinálsz táskát? Csinálj táskát! Mondom, anyádat! Ez az leckézesség. Igen, igen, szóval csináltam neki egyet, de ilyet vett. A másikat majd, hogy bemutatunk, a harmadikat. És de annyira pici lett, hogy egy ilyen kis, tehát pont csak egy fürdőbomba, amit vett, az belefér. És ilyen alig volt a kis füle, hát, olyan aranyos ritikül. Volt. Igen, de nagyon aranyos volt, és így ment, hogy fogta. Cuki! Igen, ami nagyon aranyos volt. Amúgy ez is ugyanabból az anyagból van, nem? Igen, ugyanaz. Tehát mind a négy. Igen, igen. Tök jó, vékony. Az nekem is tetszik, ja, hogy ezt például nyugodtan be lehet tenni hajba. Bár még kicsi is, nekem nagy a fejem ehhez. Ez is jó lát. Amúgy tök jó. Lila! Tulipános. Juhu! Ez is tavaszi lesz amúgy. Tavaszi lesz. Az igen, összes. Ő is egy ilyen tavaszi kis special. Ő is nagyon szép egyébként. Ez is egy jó nagy darab. Tudom a nevét. Mondjad. Ezen egy hortenzia van. Mit csinálsz? Szórakozok. Há, mit csinálsz? Ő is egy eléggé extrém nagy dolog, szóval ebben nyugodtan be is csúszhatunk valamit csomagolni. De legyen ez, ezt annyira jó. Szeretem, ez olyan. Korabba. Nem, mintha többi nem lenne. Most csináltam egy ilyet. Jééé, de aranyos. Van ilyen kis logókája, hogy meg tudjátok fogni. Vagy akár lehet itt egy kis masni, lehet akár olyan, hogy batyú lesz, és akkor megcsomózom, és akkor utána így, és akkor két oldalt megcsomózom, és akkor egy kis patyú lesz, és akkor így is tudjátok adni. Úgyhogy sokfajta változat. Nem tudom, nagyon sokféle van. Ennyit szerettünk volna ma elmondani nektek. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ezeket a dolgokat megtaláljátok a süzleteiben. Szintén megtaláljátok még a húsvéti dolgainkat, meg pár tavaszit, mint például a Rose Bombshell, Over and Over, amit annyit emlegettünk a mai nap során. És találkozunk a következő videóban. Akármi is lesz, az köszönöm szépen a kedves Szandrónak, hogy eljött és segített nekem felvenni ezt a videót. Én megköszönöm a lehetőséget, hogy itt voltam. Yes, sir.